Alapításának 20. évfordulóját ünnepelte október 4-én a Magyar Tartalékosok Szövetsége. A Budapesten tartott rendezvény díszvendége és kiemelt előadója Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt. A tárcavezető összefoglalta a térségünkben felbukkant új biztonsági kihívásokat, amelyek miatt elindították a honvédelmi és haderőfejlesztési programot. Külön szólt a NATO afganisztáni kivonulásáról, amely, mint fogalmazott, rengeteg kérdést vet fel a szövetséggel, annak partneri viszonyaival és kommunikációjával kapcsolatban egyaránt, egyben előtérbe helyezi és felértékeli a nemzeti önerő, a saját védelmi képesség szerepét. Igen, és nekünk kell felépíteni azt a környezetet, azt a biztonsági környezetet, amely garantálhatja Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát. 2030-ra el kell, hogy érjük, hogy Európa első 5 legbiztonságosabb országa közé tartozzon Magyarország. És a világ első 10 legbiztonságosabb országa közé. Benkő Tibor a honvédelmi és haderőfejlesztési program céljainak elérése kapcsán kiemelte, nem csak erkölcsi, de a legkomolyabb anyagi támogatás is rendelkezésre áll a sikeres megvalósításhoz, hiszen a kormány a költségvetési büdzsén felül is biztosít forrásokat, így garantált, hogy 2024-re hazánk az éves GDP 2%-át védelmi kiadásokra tudja fordítani. Azt vállalta a kormány 2014-ben, hogy Velszi NATO csúcsértekezleten, hogy a GDP 2%-át 2024-re teljesíteni fogjuk. És ebben nem, hogy elmaradás nincs, hanem túl teljesíti a kormány az ígéretét. A tárcavezető megköszönte a MATASZ áldozatos munkáját, egyben arra kérte a tagságot, hogy a jövőben is támogassák, segítsék a honvédelem közös ügyét. Az eseményen Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a MATASZ elnöke, a töretlen támogatást megköszönve Benkő Tibor honvédelmi miniszternek a MATASZ arany emlékkeresztjét adta át a megalakulás 20. évfordulója alkalmából.